Reggel 9 órakor több tucat pecabot lógott az Óbecsei Dunatisza-Duna csatorna vizébe a Sóder telepnél. Az egész vajdaság területéről érkezett horgászok között világbajnokok is voltak. Az adai Pálfi Zsolt a 2013-as olaszországi klubvilágbajnokságon lett aranyérmes. Itt is élt benne a versenyszellem. Végül is mindenki nyerni szeretne, tehát az az első. kihívás, jó társaság, meg szép idő. A nagybecskereki Dragán Glogovac két évvel ezelőtt egyéniben nyert veterán világbajnokságot, ezúttal nem a győzelemre hajtott. A versenyzők között csupán két hölgy volt, a turiai Mirjana Karac másfél évtizede horgászik. Na sva takmičenja gde budem pozvana dolazim bez obzira na rezultat, a na ovo sam se posebno odlučila, bez obzira i na hladnoću i na loše vreme i na sve, pošto je to ipak humanitarno, a posebno što je za dete. A rendezvényt az Óbecsei Pisztránk Horgász Egyesület szervezte. Van négy szektorunk, van a fíderesiknek, van a Az egyénibe is van, hogy hívják párosba. Egyedül hiányolom, a, hogy hívják ez a hobbi mivel azokból nem jelentkezett senki. A Jótékonysági Horgászverseny megszervezéséből a második helyi közösség is kivette a részét. Én a zenekarnak is a tagja vagyok, és a Fokozzenekar is már mindegyik lemezékből felajánlott egyet, amik, amik el is keltek, nagyon szép összegér. És akkor ezen felbuzdulva meg látván azt, hogy tényleg mennyien összefogtak a kis Olivér megsegítésére, gondoltuk azt, hogy, a, hogy ez a verseny is egy nagyon jó ötlet lesz, és hála istennek elég szép számban össze is jöttek. A versenyen 41 horgász indult, az ő nevezési díjaikat ajánlották fel a szervezők Olivier gyógykezelésére.